A KSH pénteki jelentése szerint hatalmas mértékben, egy év alatt 13,1%-kal zuhant a kiskereskedelmi boltok forgalma, ami nagyobb esés, mint ami utoljára a Covid-járvány idején 2020 áprilisában történt. Akkor 12,4%-os csökkenést mértek. Vagyis idén sokkal kevesebbet vásárolnak a magyarok a vágtató Orbáni infláció hatására, mint a koronavírus pusztítása idején. Az Árnyék kormány szerint bebizonyosodott, hogy az Orbán kormány nagyobb gazdasági bajt okozott, mint maga a Covid. Az Orbáni infláció miatt a magyarok idén drágábban és kevesebbet vásárolnak, mint amikor a Covid-járvány kitörését követő pánikszerű bevásárlások és felhalmozás után kijárási korlátozások léptek életbe, és sokan az utcára sem mertek kilépni. Vagyis Orbán Viktor miatt élünk rosszul, sőt, rosszabbul, mint a Covid idején. Az Orbáni infláció már csak az Árnyék kormány 13 pontos antiinflációs csomagja, benne az alapvető élelmiszerek áfa csökkentése állíthatja meg. Ezért az Árnyék kormány Magyarország egyetlen reménye arra, hogy újra megfizethető legyen a bevásárlás minden magyar ember számára.